A program a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával jött létre. Az idei eseményre 64 fő regisztrációját fogadta el az iparkamara. A címtől eltérően nem csak könyvelők vesznek részt ezen a rendezvényen, hanem szakképző intézmények, képviselői is, cégvezetők, akik duális partnereink. És ezt azért tartom fontosnak, mert egy szoros együttműködéssel lehet csak eredményeket elérni ezen a területen. A szexuális eseményen több témakörben is tartottak előadásokat, az egyik legfontosabb volt a duális képzőhelyé válás folyamatának demonstrálása. Ennek fogalma, mik a lépései, mik a jogszabályi háttere. Érintjük a képzéssel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket. Kicsit kibontjuk magát a szakképzési munkaszerződést, és talán a negyedik rész, amit a legjobban mindenki vár, az a képzés finanszírozása. Szakítottunk az elmúlt évek tradícióival, és idén egy olyan kedves duális képzőhely partnerünket kértem fel a finanszírozási kérdés bemutatására, aki egyben könyvelő is, és ezt azért tartottam jobbnak és fontosnak, mert ő a képzés mindkét oldalán áll. Sára Judit könyvelő elmondta, a duális képzéshez tartozó törvények, jogszabályok folyamatosan változnak, problémák merülhetnek fel ezzel kapcsolatban. Leginkább az elszámolással, a finanszírozással kapcsolatosan, de én azt gondolom, hogy már az elejétől kezdve, akár a nyilvántartásba vétellel, kamarai nyilvántartásba vétellel kezdve a szakképzési munkaszerződés megkötéséig, tehát én minden területet, és itt a kamarai kollégák is minden területet fognak érinteni szerintem, tehát problémák mindenhol felmerülhetnek, és még nem említeném a krétának a gondjait, ugye, mint adminisztrációs felületet, ahol számtalanszor szembe jönnek még megoldandó feladatok és problémák. A könyvelő előadásában a nappali tagozatban résztvevő képzéséről, valamint a munkavállalók szakmai oktatásáról számolt be.